Sziasztok! Sziasztok! Folytatjuk a League Finder második részével, ugye ennél az Ász Királyhennél hagytuk abba az előző részbe, itt duplázott rajtunk a 9-10, ugye a 11 BB-jét megduplázta, úgyhogy következő hendünkben úgy állunk fel, hogy neki 22, 39, 47 BB-vel vágunk neki a három fős játék további részének. Próbáljuk ugye lopni a nagyvak zsetonjait, vagy nagyvakját. De kaptunk egy 40 BB-s jólint, ami elég orbótlan, senkinek nem javaslom. Semmiképpen sem, mert azért, hogyha itt nagyon jó lapja van, akkor azért nem jó, mert ugye nem nagyon fogom bekólozni, csak valami monsterrel. Hogyha meg Lighton 3 betel, akkor megint csak azért nem jó, mert nem tud belőle kimenekelni. Tehát, hogyha itt nagyon erős lapja van, vagy erős lapja van, akkor érdemes a 3 bet call, ha meg gyönge lapja van, akkor meg a 3 bet fold, de semmiképpen nem ez a jó megoldás, mert itt én ászászal ülök, akkor, és ő neki gyönge lapja van, akkor beszívta, de hogyha meg erős lapja van, és mondjuk én ülök egy 10-10-en, és van egy bubi-bubia, vagy ászásza mondjuk, akkor az életben nem fogom, mondjuk 10-11-t éppen ezt kóloznám valószínűleg ezt a 40, de mondjuk van egy 7-7-em, akkor nem fogom ráborítani mondjuk 7-7-tel, hogyha viszont itt 3 betel, akkor lehet, hogy ráborítom a 40 BB-t 7-7-tel, sőt szinte biztos. Ezt négy ugye lopunk, gombról most már szinte mindennel emeljünk, három főnél tartsuk az agressziót, ha csak nem minden egyes hendben ránk játszanak, de az azért szinte elkerülhetetlen. Kaptunk egy elég jó flopot az A5-höz, ugye megpróbáltuk megint a nagyvakot ellopni, de nem sikerült és védett, úgyhogy itt ugye mehet a C-bet. Draw heavy flopon nyugodtan mehet egy kicsit, tehát ugye majdnem 400 ezer van a potban, úgyhogy kicsit fölé a potnak, tehát ilyen majdnem, ez egy ilyen hát kétharmad potnyi emelés lehet körülbelül, úgyhogy ez itt nyilván azért van, mert draw heavy a flop, amit ő 3 betel, és hát nem 3 betel, hanem megrézel, ami nekünk ugye nyilván nagyon jó, hát hogyha egy jobb lapja van, mint a miénk set, vagy nagyobb két pár, akkor ez egy cooler, és akkor besztekkelődünk, de nyilván nekünk ez egy nagy öröm, hogy a két párunkra jön egy ilyen rész. Amit én úgy próbáltam megjátszani, hogy nem egyből all-in mentem minden 46 BB-mmel, hanem csak egy mini részt nyomtam rá, hát ha majd ő beteszi. Igazából a lényeget nem változtat, gyakorlatilag én all-in vagyok, de ezt ő nem biztos, hogy tudja. Úgy gondolja, hogy 2 milliót hagytam magam előtt, lehet, hogy még tudok dobni, és ha all-inre, de mind nem volt semmi, mint kiderült, úgyhogy ő eldobta ezt így. Nyilván a gombról bármilyen ásszal emelünk, egyébként is szinte mindennel emelünk. 10-2-vel nem adunk. All-int megint megpróbálunk lopni, a nagyvaktól most végre sikerült is. UB3 off-ot eldobtuk. 10-4 nem alkalmas meg bekólozni all-int. Kipróbáltam azt UB3 off-val, hogy mini rézelek csak nagyvakra, hát ha azt hiszi, hogy most valami erős lapom le van, és csak így akarom becsapdázni, mert ugye eddig 180-200 környékén emeltem. Pedig pont hogy gyönge lapom van, tehát nem azért emeltem itt 160-at, mert gyenge a lapom, az erősebbekkel meg 200-at, hanem pont az ellenkezője miatt, és ez ugye be is vált, eldobta. Úgyhogy utána, hogyha ez így ilyen könnyen dob egy vakra is, meg másfélre sem mindig dobt, akkor nyugodtan ma lehet maradni az egy vakos emelésnél is. 10-3-mal is lopni próbálunk, ugye jó a szituáció, elég szépen vezetünk is. Itt az ász 8 off. Szerintem egy nagyon jó szituáció, ugye neki 28, másiknak 20 BB-je van, tehát ő azért már szeretne mindenképpen a második helyre becsúszni, ez szinte biztos. Tehát vagy minimum második helyre. Ma nagyon nagy nyomás lehet rá gyakorolni, hogyha itt visszatoljuk az all-int, ugye ezt én meg is tettem. Mert ugye van nála egy kisebb stack, és nyilván nem akarja bekockáztatni ezt. Hogyha nagyon nagy monsterre van, be fog kólozni, de ha csak lopás szándékkal emelt, akkor sokkal könnyebben, akár itt még egy ász-bubi, ász-10-szerű lapot is simán eldobhat. Úgyhogy... Ez biztos, hogy el fogja dobni. Így van, tehát... Úgyhogy ez itt egy mindenképpen erős lépés. Ugye az ászunk van, blokkerünk van, annál kevesebb ász lesz kint. Ugye nem egy rossz lap erre a szituációra. Megint tartjuk ezt a minirészt. Hogyha az előbb bejött, akkor nem kell tőle eltérni addig, amíg bejön. Aztán, hogyha megint elkezd visszajátszani rá, akkor megint mehet egy kicsit több, vagy akármi, de minden esetre tartani kell. A walkot kapunk.
Ugye az azért látszik, hogy 28 meg 20 BB-jük, vagy 24 meg 20 BB-jük van, 28 meg 22 volt az előbb, tehát hogy vagy nagyon szépen lassan, de azért faragjuk le őket, tehát nekünk meg 50, 56-57 BB-nk volt, most már 64, tehát azért szépen haladunk felfele, ami nem is baj. Megint próbáltuk a mininézt, de most védett egyet. Ezt a flopot mindenképpen C-be telni érdemes, hogyha nem is ásszal védett, de Miért csekkelte? Nem tudom egyébként, én mindenképpen C-be Mondjuk telném az tény, pozíción hogy kívül. bármilyen ásszal Viszont, be fog kólozni, igen, de viszont attól azt már lehet, függetlenül... hogy azért, mert akkor tudtam róla, vagy hát most így utólag visszagondolva most már, vagy meglátva a hendeket, valószínűleg arra gondoltam, hogy eddig, hogyha ásza volt, ász 2 offal is védett. Tehát ászokat nem nagyon dobált, szóval elég valószínű, hogy ásza lehet, és ezért inkább úgy voltam bele, ha nem sikerül preflop ellopni, akkor utána feladom, nem égetek bele több pénzt, és akkor inkább feladtam a francba. Hát ez Talán gondolom azért abban a védett egy szituációban csomó lehet, minden hogy... mással is, tehát Igen, de azért talán ezt... ebben a szituációban ez így helyes is volt. Bár egyébként az esetek nagy részében ezt C-be tenni szoktam, ezt a flopot. 90%-ban mondjuk. Így van. De biztosan az aktuális read miatt ott ezt nem tettem meg. Igen, hát azért nem ma volt ez a túr, Itt tehát azért mert... emelni kellett volna 7-4-el is szerintem. Szerintem nagy probléma, hogyha néha dobálsz. Hál' Istennek sokszor kapok ettől a Master 009-től Volkot. Úgyhogy leépülni semmiképpen nem épülök le, hogyha Igen, ez azért egy hatalmas előny, megyek. Így hogy van. gyakorlatilag békén hagyja a stackedet. 3x-elt ugye nagyvakról az emberünk, és ezt csak kólozta 25 BB-ből, tehát ebből is látszik, mennyire gyönge játékos. 25 BB-ből Hát ez mindenki most felejtse el, 20 BB. hát az egy Effektív. hagyján, hogy neki 25 van, itt meg még 20, tehát azt most leszögezném, ez egy alap dolog, biztosan benne volt a cikkben is, hogy 30 BB effektív stack alatt ne nagyon játszunk post-flop, hogyha nekünk, tehát hogy ne, mi ne adjunk meg emelést. Jó, mi emelhetünk 22-3 BB-ből is, de tehát saját magunk, tehát hogy nem, olyan nem mi vagyunk az agresszorok, semmiképp ne játszunk 30 BB alatt post-flop, főleg ne 3x-re, meg úgy, hogy 20 ember van, meg. Tehát így 20 BB-s effektív stacknél ez egyáltalán nem jó megoldás. Egyébként az a magyarázat elég egyszerű, hogyha most van egy 3x itt, 20 BB, tehát 20 BB-s effektív stack van, és post-flop akarunk játszani, ugye a potba lesz 544 ezer, ha itt van egy C-bet, és nekünk van egy közepes lapunk itt, mondjuk egy 8-8, egy C-betet adunk, és gyakorlatilag potnyi pénzünk van, tehát mondjuk törnön, úgyhogy még fogalmunk sincs, és hogy még azt se tudjuk, hogy hol állunk a partiban, vagy van egy flash drunk, és nem jön le törnön, ha megadtuk az emelést, vagy ha már nem toltuk vissza, de nyilván itt flash draw azért érdemes lenne bepakolni. De minden esetre potnyi pénzünk van törnön, és nem nagyon tudjuk, hogy hol állunk a partiban, ha nem mi voltunk preflop az agresszorok. Tehát emiatt az effektív stack legalább, tehát mind a két félnél legyen meg 30 BB a minimum, hogy ahhoz, hogy tudjunk postflop játszani, de talán még jobb, ha több is van. De minden esetre itt ugye 3x volt, és védett a nagyvak. És kétszeres overbet ment, tehát megpróbált, tehát valami erős lapja lehetett preflop, és nem nagyon akarja, hogy itt legyen valami, de hát támogubi offal védett. Vagy mi lehetett nála? 9-10. Ja, hát ez mind a kettő fél részéről borzasztó játék. A 9-10 szuti nagyon jól játszik egyébként Ólére, tehát 20 BB-t, ezt be kellett volna az ő helyébe pusholni. Lámobubi offa, meg hogyha már csak így volt egy emelés, ez annyira easy fold. Vagy ha nagyon beüti valaki a fejét, akkor lehet egy Riré Zólin, hát ha ő tud dobni. De elég valószínű de volt, hogy ő nem tud szörni. Preflop dobni. Bár lehet, hogy, de így minden esetre ez így elég borzasztó volt mind a két részről. Ezt egyik senkinek sem javaslom. A call az volt a legrosszabb. Ha nem dámát talál floppon, akkor bedobja a C-betre, ez marhaságnak tartom. Minden esetre kialakult a heads up, és nem én ejtettem ki sajnos az ellenfelemet, úgyhogy ha 45 BB vagy 46 BB ellen fogom kezdeni a headsetot, és akkor nézzük, mi lesz belőle. A headsetben már mindig minrészt alkalmazok, és C-betekkel próbálok építkezni. De úgy látom, az ellenfelem elég agresszív, úgyhogy valószínűleg ezt későbbiekben ki fogom úgy használni, hogy megpróbálom beletolatni a jobb lapjaimba az ellenfelemnek. Ugye... Én nem az agresszív szót használom rá, hanem a méniek kretént. Inkább. Tehát nem jó értelemben agresszív. Itt C-betel, ugye elvittük ász magas floppon, elég egyértelmű, hogy C-betelünk bubival. Ezt be is tesszük, hogyha ha megint visszaemelt volna. Minden elemelünk egyébként flopról. Főleg ilyen jó flopokat gombról. Tudunk találni. Vagy gombról, igen. C-beteljük ezt is, ugye kaptuk rá a három betet, ahogy eddig többször is tőle előfordul, de ezt, mivel ugye flush draw-s a flop, nekünk ugye nátszunk van, semmiképpen nem engedhetjük törnig, úgyhogy itt mindenképpen valami kisebbet visszaemelünk, hát ha betolja.
Igen, vagy simán lehet nála király 7, dáma 7, ász 7, vagy valami ilyesmi lap, ami, persze, amire vagy egy flush draw, amire akármilyen action kill-e. Betolja. Tehát így, Itt most le tudott minket kólozni, elég ijesztő, hogyha nagyon nem szerettünk volna itt picket látni törnön, de ugye maradt így a nácunk. A törn az nagyon jó lett nekünk. Nekünk igen, jó lett a törn mindenképpen. Úgyhogy itt folytatni kell a betelést mindenképpen, de törnön már megadta magát. Jó, áll egy ász dámánk. Ezzel mindenképpen szeretnék bekerülni az egésznek, tehát ez a 35 BB nagyon jó lenne, ha be tudna menni, de jó, hogy elmagyarázkodok, mert közben kaptunk egy walkot, tehát nem, ugye mi emelünk továbbra is, és továbbra is C-betelünk, meg továbbra is megrézeli a C-betünket, de ugye ezt most már kicsit meguntuk. Ebben a szituációban állt elő az, hogy nem nagyon, igen, hát nem nagyon nem nagyon hittem már el neki azt, hogy mindig talált valamit, úgyhogy nagyon kíváncsi voltam, hogy mit reagál törnön, és hogyha a törn csekkelne esetleg, akkor megpróbálom. Hát azért találhattál volna olyan lapot, amivel valami backdoor out-ot összeszedsz. Nem kell hozzá, szerintem semmiképpen hát sem. Szerintem egyáltalán az a lényeg, hogy megpróbáljuk törnön. Hát ez ilyen floathoz hasonló dolog, de... Na igen, de ez tiszta bluff. Tehát mindösszesen ennyi a probléma, hogy túron azért ez annyira nem... Hát megpróbáltunk volna egy cseket elfogni, de ugye törnön is folytatta, úgyhogy itt nyilván jár törnön insta volt. Hogyha csekkelt volna, akkor betelünk, ez lett volna a terv. Ugye elég sokat rézel floppon, úgyhogy nem kell mindig elhinni ezeket mindenkinek. Vagy hát el kell hinni nagyjából, de azért néha meg lehet ezt próbálni így lejátszani. Ja, csak szerintem nem gáz, hogyha legalább valami backdoor out-ra rendelkezik. Itt tudod dobni C-betre. Még ez az mindig sajátosan tud alakulni, tehát nagyon-nagyon ellenfél. Itt is ugye C-beteljük a négyesünket mindenképpen. Headzabban már azért erős egy toppár. Volkot kapunk. Négyes toppár. Na jó, az a toppár. Kell az ilyen. Ugye látjuk, hogy ő azért néha volkot ad nekünk, mi soha. Tehát mindennel emelünk rá. És megpróbáljuk mindig C-betekkel elvinni, néha megrézel minket ugyan, de ezt mindig álszas floppon kezd el őrütködni. Igen, mindig megpróbálja elhitetni velünk, hogy álsza van, de... Hát meg a flashdraw is belefért. Nekünk viszont hál' Istennek riverre jött egy párunk, úgyhogy sótánképes lapunk lett, úgyhogy minden jó, lecsekkeltük ugye nyilván a river, tehát ez egyértelmű, nem kell bőbe fordítani, főleg, hogy te nem kell riverbe megbetelni azt, hogy hát, ha nincs ez színe. Ez egy nagyon rossz call volt tőle floppon. Hát sok rossz dolgot láttunk már tőle, úgyhogy nem kell meglepődni semmit. Azok közé tartozik, csak romlani tud. Megint kapunk egy walkot, hál' Istennek. Most azért mi is adtunk egyet, 8-3 off annyira rossz, hogy már nem akartuk erőltetni. Megint kaptunk egyet, király, 3 off-a. Emelünk, betolja, dobás. Király 8 off, dobás, pozíción kívül. 10 BB-t le kéne még bontani róla, azt akkor meg is vagyunk. Elég agresszíven kezdett ugye visszajátszani, nekünk ez azért jó, mert valószínűleg elfogyott a türelme. Látta, hogy nem nagyon tud minket megverni post-flop játékokban, szinte 90%, tehát hogy hiába rézelget meg minket, meg hasonló, nem nagyon adtuk könnyen a bőrünket, meg négy bet, vagy meg három betelgettük, meg hasonlók, szóval kezdte meg unni, és megpróbálta inkább úgy játszani, ugye gyöngébb játékosok, hogy akkor egybe berántom az egészet, és akkor majd dönt a showdown, így van, és akkor hátha tudok duplázni, legalábbis remélem, és nekünk ez nyilván azért előny, mert kiüljük a jobb lapot ellene, és megvárjuk, míg ő belénk tolja. Azért nálad is szakadt el a cérna. Nem, igazából nem nagyon hittem neki már ezeknek, ugye az esetek 50%-ában ezt megcsinálta. De törnön is meggyőzött. Hát ez kétszer fordult elő eddig, hogy a flopon kóloztunk. De nem jó lapokkal. Én azért ezt feladottam. Nem. De minden esetre nem akartuk ezt, vagy nem akartam én ezt állandóan eldobálni mindenre. Úgyhogy... Az oké, tehát az teljesen rendben van. Nyilván itt a backdoor flush meg az ász magasunk miatt kólozunk ezen a flopon. Tehát itt azért meg simán lehetünk jók is. És mivel megjött a backdoor flush drawnk, így teljesen hitelesen tudjuk előadni akár a flush-t is. Úgyhogy itt megpróbáltuk bluffbe fordítani, tehát kiblöffölni a C-betjét, ami sikerült is. Tehát ha ugye így előadtuk azt, hogy flush-ünk van, viszont ha kóloz, akkor is még mindig ott van, hogy flush-re vagy ászra javulhatunk, tehát ez így egész jó útnak tűnik. Bátran merem ajánlani mindenkinek, hogyha törnön megkapja a nut flush draw-t, akkor ott vissza lehet hívni akár all-innel, hogyha az ellen... Tehát nyilván ez ilyen sok szituba jó, de azért
Nyilván nem 9-10 fős asztalokon, amikor majd mindenki be van feszülve, meg VIP, hanem akár egy ilyen heads-up szituáció, vagy top 3, top 4-ben ezek jól működnek, főleg ilyen ICM hatásnál. Ugye 27 BB-je maradt. Reményeink szerint nem sokáig. Szépen apránként bontogatjuk le. Ugye mennyivel 30, vagy 40, 46 BB-vel kezdett, ja. És akkor... Na, mondjuk közben volt vakemelkedés, de akkor is. Jó, ugye 10-8-an nézünk egy flopot vele. Kaptunk egy második párt, vagy hát egy két pár gyakorlatilag, ugye a királyos két tehát párt. Ez indiferens az a 8-as, és hát rivára nem jött valami jó lapunk. Hát nem, egyébként nagyon sokat gondolkodtam ezen a riveren itt, tehát ez annyira nem volt, igen, tehát hogy itt azért nagyon kevés lap a blöfföl riveren, 900 ezerben, 400 ezeret, tehát itt igen kóloztam, de nem voltam ebben biztos, hogy jó, és egyébként igen, most van, sem vagyok ha ám benne biztos, hogy jó. Teszem azt mondom, hogy buvidáma vagy lyuksorszerűsége volt, akkor is felszedett egy jobb lapot, mint te. Tehát, hogyha én ezen, tehát a, ezen itt, a floppon kóloztam, akkor azért valamit találhattam a floppon, amit nem nagyon fog tudni ezzel a riveren kicsavarni a kezemből. Viszont ezen a riveren, hogyha van bubia, akkor veljük betelhet engem, mert akár tízessel, vagy a nyolcassal is, vagy akármivel fizethetek. Vagy királya nem valószínű, hogy van, tehát ezt kizártam, nem is az, de nagyon valószínű, hogyha itt megjött a bubi, akkor beteli, ha nem jött bubi, akkor ezt a rivert, ezt szinte biztos, hogy visszacsekkeli. Így van. Ajánlottam elég sokat, hogy ha, viszont az eddigi image miatt kóloztam be, hogy, hát, hogy elég sokszor... Hát is ASX alacsonyabb pár, tehát azért neki igen. Elég tágrénye. Tehát eddig elég sokszor... De értelmes ellenfél ellen ezt itt nem kell bekólozni. Igen, általában ez itt egy fold, én azért kóloztam be itt mégis, mert úgy gondoltam, hogy ő annyira gyönge, meg annyira sokszor próbált blöffölni, meg ilyen kétségbe esettem megszerezni a zsetonokat, hogy lehet, hogy nincsen nála bubi, de azért elég való. Tehát, hogy végül is volt. Kiderült, hogy volt. Tehát, hogy alapvetően előadta, és elég hitelesen, szóval kár érte. De a fold az inkább jobb, én azt javaslom. Normálisan felem mindenképpen. És ugye igazolt is, hogy azt mondtam, hogy jobb a dobás. Jobb is lett volna, ha eldobom. Jó, AS2 off-val sem védtem most, akkor ott... Hát... Akár lehet, viszonylag de nem gáz, mert kapta egy KK-t, tehát így. Hát, igen, de gondolom C-bettel visszük. Nem annyira. Viszont jött egy nagyon zseniális... törnkártya, ugye a 4-eshez megjött a sor. Úgyhogy ezt itt én mindenképp pot control checkelném, és riverbe kóloznék egyet, ha betel. És megnézzük a backdoor két párját, úgy gyönyörű. Igen, itt egyébként itt már, amikor játszottam, ezt emlékszem, hogy már nem nagyon hittem azt, hogy... volna törnöm. De betfold annyira, nem tudom. Tehát, nem a túrót, nem. Én úgy gondolom, hogy... Tehát én azért nem jó betfold, mert ugye akkor... egy csomó, tehát egy csomó olyan lappal, mint például egy hetessel, vagy ötössel, vagy nem vagy fog hatossal. Megrézelni egy hetessel, vagy egy ötössel, de ő kitalálhatja hatossal. Simán. Tehát, mert annyira eddig is kitalálta egy csomószor, hogy mindenféle megrézel, azért király nem szívesen dobnám el törnön heads up-ba. Úgyhogy hetes magas a board. De riverem meg nem fog elég nyitni, csak jobb lappal. Nem feltétlen. Hát nem lehet itt nála, nem feltétlen kell két párja lenni, lehetett nála 7-es, 9-es, 6-os, akármi, amivel... Azokkal meg csekkolózni fog. De minden esetre itt már azért fogtam a fejemet, hogy mindennel le tud javulni, minden riber jó neki. De hát szépen mosolyogtam rajta egyet, és floppon, építkeztünk tovább, most visszajött 37-44 BB-re megint. Most pont jó, egy all-int kell nyerni, az kész. Úgyhogy most megint kezdhetjük lebontani, ugye. De vannak ilyenek, amikor a hiába játszunk jól, vagy akármit csinálunk, az ellenfél mindig még megtalálja a tutit, úgyhogy tiszt C-bettel ugye visszük. Egy a lényeg, hogy ilyenkor nem kell vele foglalkozni, hogy csinálni. Persze, így van. Nem szabad tiltelni, hanem szépen lassan újra nekiállni és lebontani. Most ugye egyenlően állunk. 43-43 BB. Viszont nálunk van az előny, hogy tudjuk magunkról, hogy biztos, hogy jobbak legyünk, mint az ellenfél. Tudni kell ezt az embernek magáról. Azért tanulunk, ugye. És ezt erőltetni. Na nézzük tovább. Három beteljük ász királya, preflop, nyilván nem egybe rakjuk be, mint ahogy ő szokta, és már ugye nála is van a vezetés. És... ugye C-be teljük a flopot mindenképpen. Majd turnön feladjuk, valószínűleg valami 8-8-szerű lapja is lehetett akár, tehát preflop is kóloszt három betet, úgyhogy itt most szépen átvette a vezetést.
mennyi is lett neki? Nekem lett talán... Hát Mennyi van. betölt? 39 BB-n van? Még mindig? Nem, már 27-8, Ja, na igen. mindegy. Akkor nem tudom. Elfáradt a HM. Ja, kicsit lassú szegény HM-ünk. Úgyhogy nyilván Ázbúvival emelünk, hogyha visszarakta ránk a 26-7 BB-s Olint, ez elég easy call, tehát óriási monster az Ázbúvi heads up szituációban, és ugye látjuk, hogy Ász négy off-val is visszatolja ránk, szóval ez elég egy easy teljes volt. Teljes bolondság volt tőle. Hát ugye ezt mondtam, hogy ha már ki kell várni, hogy belénk tolja az idióta, hogy ha már próbáltuk showdown, vagy próbáltuk poszlapra játszani, ami sikerült nagyjából, csak mindig lejavult minket, ezért átvette ugye a vezetést, akkor legalább azt megvártuk, hogy beletolja a rosszabb lapunkba az Olint, úgyhogy ez ilyen szempontból mázli volt. Ugye ez egy türelemjáték a heads up, és ugye itt mindig a legnagyobb pénzek dőlnek el, szóval itt sosem szabad kapkodni, vagy butaságokat csinálni. Akár ha marad az embernek 2-3 BB-je, még azt sem szabad rosszul elbetolni, vagy akármivel, mert lemákolják, és akkor idegből betolom a marad 2-7-es off-om a következő handbe a 3 BB-met, mert hogy akkor vége a heads up-nak, akkor is próbáljuk meg a létező legértelmesebb lappal betolni, amivel lehet. Mert föl lehet állni, többször sikerült már nekem is, meg mindenkinek, aki túrazik, föl lehet állni, tehát ez biztos. Ez az utolsó handünk. És azt talán, de nem akarom amit nem fog, ha jól látom, szeretni. Az a lényeg, hogy emeltem ASZ 10 off-fal, és ő a 27-30 BB környékét visszatolta, ez is szintén elég easy call, főleg ellene, aki tudjuk, hogy ASZ 4, ASZ 5-ökkel is simán visszateszi az Olint, úgyhogy gyakorlatilag ennyi lett a verseny, ASZ 9 volt, és itt is kitartottam, ugye a 70-30-akra kényszerítettük itt az utolsó 3-4 főnél, azért szinte mindig sikerült 70-30-ra kényszerít az ellenfelet. Mondhatjuk, hogy mázli, hogy mindig jobb lapon volt, mint az ellenfélnek, de azért látjuk, hogy ki kell ülni, és a gyöngébb játékosok majd beletolják a jó lapunkba, és addig meg szépen apránként poszlop felépítjük a zsetonunkat. Ugye mind a két emberet szépen lebontogattuk, és akkor tolták már belénk, amikor már kevesük volt, és akkor már ki tudtuk ülni a jobb lapot, szóval ezek fontos dolgok, és nem feltétlenül a szerencsém múlik, hogy mindig kim van az ász királya, az ász dáma ellen, vagy hasonlók. Nem, így van, meg kell várni, amíg adódik olyan lehetőség, oda el kell jutni, és ahhoz meg a játékodoknak kell helyreállnia. Így van. Jó, akkor jó, ennek akkor a résznek most egyelőre vége. Következő valószínűleg cirka 8 dollár ribája lesz, de hogyha valaki szeretne saját HH-t elemeztetni, vagy akármi, akkor várjuk. Így van. Elkezdtem én is, és Cirko is foglalkozni, nyilván külön-külön multi-tournament coachinggal. Nyilván a részleteket én nem akarok egyelőre mondani, hanem... Semmi, hát ha valaki érdekel, akkor PM-ben minden el tudnak érni, és... Keresni. És akkor tudunk foglalkozni emberekkel. Jó, de tényleg mindent elmondunk nagyon szívesen, személyesen is, úgyhogy... Mindenkinek sok sikert az asztaloknál, és remélem, hogy hasznos volt. Mindenkinek legalább 10 kát. Így van, így van, így van. Sziasztok! Sziasztok!